Tartozás. Többen meglepő követeléseket kaptak a vízműtől. Halálos baleset. Egy kamion és egy kocsi ütközött a 10-es úton, egy ember meghalt. Légszennyezés. Nem javul a térség levegőjének minősége sem. Köszöntöm nézőinket, Önök a Régió Televízió Esztergom térségi híradóját látják. Lássuk, mivel is készültünk Önöknek. Becsléseink szerint több száz esztergomi kapott olyan levelet az elmúlt napokban az EDV ZRT-től, amelyben korábbi számlatartozásukat kell kiegyenlíteniük. Az ügyfelek hosszú sorokban több órán keresztül várakoztak az esztergomi iroda előtt, van, aki be sem jutott. Az emberek egy részét az háborította fel, hogy állításuk szerint a számlán szereplő tartozásaikat már korábban rendezték. Nekem az a szerencsém, hogy a csekkeket így összekötve elteszem. Ez a 19-es, ez a 18-as, ez a 17-es. Ez az esztergomi hölgy szalaggal átkötve őrzi az előző években befizetett csekkszelvényeket, így ő tudja bizonyítani, hogy befizette már azokat a számlákat, amit most újra követel tőle a vízmű. Kaptam egy fizetési felszólítást, márpedig lenn, ami arról szól, hogy 18-11. hó 16-ai fizetéssel el vagyok maradva. És kaptam egy olyat, hogy mennyit kell befizetnem, és van rajta még egy kártérítési díj is. Rajci Péter ugyanígy járt, neki 2017-es számlát küldtek a hátralékkal, amit ki is fizetett még akkor. Ő sem érti, miért követel a vízmű ilyen régi, ráadásul egyszer már befizetett összeget. 2017-ben ezt az összeget nem fizettem be. Hát befizettem, mert itt van a bizonyítéként, hogy be van fizetve az is. Na most 2017 óta irtósok idő eltelt. Én nem tudom, hogy nem lehetett volna ezt valamikor kibuktatni, ha ne adj Isten, így van. De hát nem lehet, mert minden két hónapban jön a leolvasó ember. És az bizony leolvas, és az ember, aki becsületes, az megfogja és kifizeti. Ha ehhez hasonló számlát kapunk, bizonyítanunk kell a befizetést igazoló csekkszelvénnyel vagy bizonylattal, hogy nem jogos a szolgáltató követelése. Miután 5 év ennek az elővülési ideje, ezért elég ritka, hogy valaki ilyen hosszú ideig elrakja a befizetési számlákat. Ő azt tudja tenni, hogy kér a szolgáltatótól egy részletes kimutatást az ő befizetéseiről, illetve számláiról. Felvetődik a kérdés, hogy vajon mennyi lehet a vízmű számla követeléseiből a valós, és mennyi az, amelyet egyszer már befizettek az ügyfelek. Esztergomi nézőink panaszai után megkerestük az Észak-Dunántúli Vízműigazgatóság Dorogi Esztergomi kirendeltségét, hogy tájékoztassanak minket, mi is lehet a téves számlázásuk mögött. Esztergomban hétfőn és szerdán nagy sorok álltak a vízmű előtt, és az emberek felháborodva vették tudomásul, hogy olyan számlákat kaptak részben, amelyeket korábban már kiegyenlítettek. Ezt próbáltuk kideríteni, itt vagyunk a vízmű előtt, és próbáltunk tájékoztatást kérni erről, hogy mi is lehetett ez pontosan, de sajnos azt kérték, hogy türelmesek legyünk, egyelőre 3 nap után sincs válasz, mi történhetett. Amennyiben megérkezik a vízmű válasza, vagy nyilatkozik valaki az EDV ZRT-től, visszatérünk az ügyre. Halálos baleset történt január 23-án délelőtt a 10-es úton. Egy kamion és egy kocsi ütközött a Kesztőci Elágazás és Leányvár közt. Az ütközéstől az autó árokba csapódott és felborult. Az autó 33 éves dorogi sofőrje beszorult a kocsiba és a helyszínen belehalt sérüléseibe. Teljes útzár volt érvényben a helyszínelés idejére. Az előzetes feltételezések szerint a kocsi sofőrje túllépte a megengedett sebességet. Énekekkel és szavalattal ünnepelte meg a Magyar Kultúra Napját Esztergom a Szentgyörgymezői Olvasókörben január 22-én. Arcson Rafael színész szavalta el a himnuszt, majd pedig a Balassa Kórus hangversenyét hallgathatták meg az egybegyűltek. Nincs más dolgunk, mint azt, hogy összefogjunk, hiszen Esztergomban elmondhatjuk, ahol Balassi Bálint és Vitéz János sorolhatnánk a nagy neveket. A kultúrának volt múltja, van jelene és jövője is. Hiszen ebben az évben a kultúra napján még egy dolgot nem szabad elfelejtenünk, hogy Esztergomban, ha kellett szép szóval, ha kellett verejtékkel, ha kellett szabjával, de egy erős kőbe, márványba vagy még erősebb dologba vésték bele a kultúra hagyományait.
Naponta más-más templomban zajlott az ökumenikus imahét Esztergomban is. Január 22-én este 6-kor az evangélikus templomban Kocsis Fülöp görög katolikus érsek metropolita, Mohos Gábor katolikus, Szemerei János evangélikus és Steinbach József református püspök együtt szolgáltak az ökumené jegyében. Nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk. Ez az ige volt világszerte a rendezvény sorozat központi elmondata, anyagát pedig a máltai keresztény egyházak állították össze. Az imahét célja, hogy a világ keresztényei újra egyek lehessenek. Bár a szakemberek a hét közepére várták a légszennyezettség javulását, továbbra sem javult a levegő minősége az elmúlt napokban. A híradónk által megkérdezett tüdőgyógyász szerint a szmogos időjárás elsősorban a krónikus megbetegedésben szenvedőknek, a gyerekeknek és az aszmásoknak okoz kellemetlen tüneteket. Az elmúlt napokban több a környékünkön található településen, Tatabányán, Dorogon és Vácott is kritikus volt a levegőben mért szállópor és nitrogén-oxid-dioxid koncentráció. A január 24-én reggel a légszennyezés.hu által mért adatok alapján a Dorogon és Esztergomban káros volt a levegő minősége, ez a veszélyest megelőző szint. A kormány álláspontja szerint a börtönbizniszt meg kell állítani, az ugyanis egy tudatos visszaélés a joggal, az uniós és magyar joggal is. Ezt mondta Völner Pál, Esztergomban a Komárom-Esztergom megyei Kereskedelmi és Iparkamara esztergomi térségi irodájában a börtönzsúfoltsággal kapcsolatos kártérítésekkel összefüggő fejleményekről szóló sajtótájékoztatóján. Az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára arról beszélt, hogy a börtönbiznisz károsítja az államot, az igazságszolgáltatásba vetett közbizalmat és sérti az emberek igazságérzetét. A társadalom ugyanis nem azért küldi a bűnözőket a börtönbe, hogy ott meggazdagodjanak és milliómosokká váljanak. Az ügy súlyosságát és a börtönbiznisz mértékét mutatja, hogy eddig több mint 10 000 pert indítottak, és mintegy 10 milliárd forintot eléri az az összeg, amit az államtól kipereltek. Az ügyben élen járnak a balliberális körhöz tartozó ügyvédek, például Magyar Györgyöt említették a korábbi tájékoztatókban is, de a Soros Györgyhöz köthető Helsinki Bizottság is jeleskedett már a strasbourgi perek idején is. Közel 200-an vettek részt az Esztergom melletti Dédai tónál a Búbánat völgyi disznó toroson január 18-án. A Búbánat Völgyért Egyesület rendezvényén két megtermett malacot dolgoztak fel az erdélyi hagyományoknak megfelelően. A hagyományőrző kelevézek, betyár és névdadokat adtak elő, tekerőlant és köcsögüta kísérettel. Ambrus Attila fáradhatatlan volt, segített, ahol csak tudott, és kora hajnaltól délutánig irányította a munkát, közben kínálta a pálinkát és kortyolta a viszkit. Iszok én mindent egyébként. Az a helyzet, hogy hagyománytisztelő vagyok, amellett nyilván már nem járok bankba, de ha elkezdek pálinkázni, akkor fejreállok, és nem akarok úgy járni, mint a disznó. Két hatalmas disznó is pólulja át kora reggel, belőlük jó részt hurka, kolbász és disznótoros leves készült a Búbánat Völgyét Egyesület segítőinek jóvoltából. Először gázzal, majd hagyományosan szalmával pörzsölték meg a malacokat. Az állatok feldolgozásában olyan segítői is voltak a szervezőknek, mint a Csabai Kolbászfesztivál tavaly előtti nyertes kolbásztöltő csapatának tagjai. A hurkának való tabáljuk meg, még jönnek majd a disznóságok bele a máj, tüdő, lép, amikor szétszedik a disznót, és ez megfő, addig a kolbászhoz fogjuk elkészíteni. A nyertes kolbászhoz hasonló receptúra alapján készült ezen a rendezvényen is a kolbász, de a készítők a pontos receptet nem árulták el. A kolbászban lesz fokhagyma, illetve piros paprika is, valamint nagyon kevés bors, többet nem mondhatok róla. A Búbánat Völgyét Egyesületnek nem ez az első ilyen rendezvénye, a fő törekvésük az, hogy kulináris és kulturális programokkal megvidámítsák a Búbánat Völgyet, ide vonzzák az érdeklődőket. Arról szól az egész rendezvény, tehát mai nap is, hogy igyekszünk Búbánatot megismertetni a környékbeli emberekkel, Esztergommal, illetve akik tulajdonképpen kíváncsiak erre a rendezvényre. Eredetileg úgy terveztük, hogy egy disznót vágunk, aztán ebből kettő lett, tehát igyekszünk mind kulturálisan, mind gazdasági szempontból valami maradandót alkotni, legalábbis ezen vagyunk, illetve törekszünk arra. A csípős hideg és a köd ellenére közel 200-an vettek részt a nap folyamán az első Búbánatvölgyi disznótoroson.
Idén először csatlakozott a Táti Jégsátor a jégpályák éjszakájához január 18-án. A szervezők célja a különböző téli sportágak népszerűsítése volt. A programok hokitornával kezdődtek, a mérkőzések után pedig ingyenes közönség korcsolyával és ingyenes korcsolya bérléssel várták az érdeklődőket. Hoki mérkőzésekkel kezdődött a jégpályák éjszakája Táton. A jégkorong mérkőzéseken a 11 éves esztergomi Fizel Bendegúz izgatottan szurkolt az esztergomi Táti Tigrisek csapatának. Én U12-ben játszok itt Táton. Hátvéd vagyok a csapatban, az edzőm szerint a legjobb hátvéd. A szurkolók közül többen a határon túlról is érkeztek. A felvidékről érkeztem, természetesen a magyaroknak szurkolunk, mivel mi is magyarok vagyunk, és nekik szurkolunk. A hoki tornára Esztergomból, Tátról, Dorogról és Párkányból is érkeztek csapatok. A feeling nagyon jó, az érzés nagyon jó. Ugye a Tát csapata játszott az Esztergom csapatával. A végeredményt számszerűen nem tudom azt, hogy mi nyertünk az Esztergom csapatot. A Táti Jégsátor idén először csatlakozott a jégpályák éjszakájához. A cél a különböző jeges sportágak népszerűsítése volt. Mindegy, hogy jégkorong vagy bármilyen más sportág, hogy a gyerekeket minél nagyobb számba bevonjuk a sportba, a felnőtteket, meg minél tovább tartsuk a sportba. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek a, nevezzük úgy, hogy tömegrendezvények, ezért nagyon jó. A jégpályák éjszakáján a legkisebbek is a jégre merészkedtek. A bátrabbak a korisuliba komolyabban is foglalkozhatnak a sportággal. Díszsortűzzel és koszorúzással közösen emlékeztek meg a II. Világháborúban a Don kanyarnál elesett hősökre a Doni áttörés 70. évfordulója alkalmából Bajnán a hősök terén január 18-án. A helyieken túl a megye és térség vezetői, valamint a Magyar Tartalékosok Szövetségének tagjai is tiszteletüket tették. Ma is nagyon vigyáznunk kell. Láthatjuk, hogy ma is feszültségek vannak Ukrajnában, a Közel-Keleten, az egész virág árondóan forrong, és mindig ebben helyezkednünk kell, meg kell találnunk a helyünket, ki kell alakítanunk a véleményünket, és megint csak mi a mérce, mi az a támaszkodási pont, a múltunk, a kereszténységünk, az európai kultúránk, és ennek része ez a mai ünnepség is. Idén 23. alkalommal rendezték meg a felvidéki Libádon a Magyar Bált január 18-án. A rendezvény főszervezője Retkes János és családja volt. A nívós bál fővédnöke már hosszú évek óta Kövér László, az országgyűlés elnöke, aki szintén jelen volt az idei eseményen. Idén is szép számban érkeztek a résztvevők a felvidéki Magyar Bálba. A bejáratnál székelyföldi pálinka és pogácsa várta az érkező beállozókat. Szőke Lajos és felesége már hosszú évek óta járnak ide, a székelyföldi Tibótból. Nemzeti lelket az ápolni kell. Tehát a tüzet, a hamvadóba is, de meg kell tartani, hogy bármikor lángra lehessen lobbantani. A mindennapokban is fontos az élő kapcsolat megtartása, ezt Völner Pál igazságügyi államtitkár mondta el híradónknak. Az országgyűlési képviselő körzetének jelentős része határos a felvidékkel, így rengeteg határon átnyúló eseményen is részt vesz. Ugyanazt a nyelvet beszéljük, ugyanazt a történelmet tudhatjuk magunkénak, ugyanazt a irodalmat műveljük, ugyanazok a gondjaink, ugyanazok az örömeink, és ezt jó tudatosítani. Jó tudni, hogy határtól függetlenül a magyarság az egy és oszthatatlan, és ez az év ezt szimbolizálni fogja, és még erősebben kifejezni utánunk jövő nemzedékeknek is. A felvidéki Magyar Bál fővédnöke már hosszú évek óta Kövér László, a Magyarországgyűlés elnöke. A házelnök elmondta, 2020-at a nemzeti összetartozás évének nyilvánította a Magyarországgyűlés. Hozzátette, nem sajnálkoznunk kell, hanem cselekednünk az összmagyarság megmaradása érdekében. Nem elsősorban gyászolni akarjuk azt a tragédiát, ami attól még persze tragédia marad, ami ért bennünket 1920-ban, hogy szétdarabolták Szent István Magyarországát és benne a magyar nemzetet, hanem inkább abból próbálunk erőt meríteni, hogy 100 éven keresztül ennek ellenére, hogy halálra ítéltek bennünket, mégis élünk. Közösségeink külön-külön is virulensek és együtt is erősödik a nemzet.
A felvidéki magyar bán a térség egyik legnagyobb bájává nőtte ki magát az évek során, ami jövőre már a 24. életévében lép majd. Kismaros, Nagymaros és Zebegény közösen emlékezett meg január 19-én a 75 évvel ezelőtt a Szovjetunióba, a kényszermunkatáborba elhurcolt közel 600 civil áldozatra. A megemlékezésen több túlélő is részt vett. Az egybegyűltek a kismarosi római katolikus templomban megtartott emlékmise után a kényszermunkára elhurcoltak emléktábláit is megkoszorúzták. A megemlékezésen Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára arról beszélt, hogy a demokrácia alapértéke az antikommunizmus, a 20. században Magyarországon és Európában is az egyik legtöbb emberáldozatot a kommunista diktatúra követelte. 100 millióra tehető azoknak az embereknek a száma, akiket megöltek a kommunista ideológia nevében. Ezért fontos, hogy mindenki számára, aki demokrata, az antikommunizmus az alapérték legyen, és elfogadhatatlan bármilyen demokrata részéről, hogy a kommunista diktatúrának a rémtetteit, a gyilkosságokat, a bebörtönzéseket, a gulágra hurcolásokat relativizálja, vagy akár megpróbálja a kommunista diktatúra szimbólumait, a vörös csillagot, a sarlókalapácsot, vagy bármi mást relativizálni, vagy szalonképessé tenni a 21. században. Ezzel megköszönjük megtisztelő figyelmüket, friss heti hír összefoglalóval egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is, ha gondolják, látogassák meg a honlapunkat a www.rtve.hu címen, illetve keressenek minket közösségi oldalunkon, ahol minden héten hétfőtől csütörtökig jelentkezünk Hírek egy percben című műsorunkkal. Most tartsanak velünk továbbra is, hiszen következik a Háttér legfrissebb adása. Én további szép napot kívánok önöknek, és kellemes tévézést, viszontlátásra!